Mikor Júdás, az áruló, látta, hogy elítélik Jézust, megbánta tettét, és visszavitte a 30 ezüstpénzt a főpapoknak és a véneknek. Vétkeztem, elárultam az igaz vért. Mi közünk hozzá? Ne gondolod! Erre a templomba szórta az ezüstpénzt, elment és felakasztotta magát. Így van ez, amikor a lelkiismeret késve szólal meg, a hit pedig elveszett. Mikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei elhatározták, hogy halálra adják Jézust. Megkötözve elvezették, és Pilátus helytartónak adták át. Milyen vádat hoztok föl ez ember ellen? Ha nem volna gonosztevő, nem szolgáltattuk ki volna neked. Tartsátok csak meg ti őt! És ítélkezzetek róla törvényetek szerint. Pilátus tudja, hogy személyes ellentétek miatt hozták elébe Jézust. Ezért akar kitérni az ügy tárgyalása elől. Tévútra vezeti népünket. Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak. Azt mondja magáról, hogy ő a zsidók királya. Te vagy a zsidók királya? Igen, én király vagyok. De az én országom nem e világból való. Ha e világból volna az én országom, szolgáim harcra kelnének, és nem engednék, hogy a zsidók kezébe kerüljek. Ám de az én országom nem e világból való. Tehát király vagy? Igen, király vagyok. Én azért születtem, azért jöttem erre a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. És mindaz, aki az igazságból való, hallgat szavamra. Mi az igazság? Honnan is sejthetné, hogy maga az igazság áll előtte? Én nem találok benne semmi bűnt. Szokás azonban nálatok, hogy húsvétkor valakit szabadon bocsátok. Akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Vigyétek, ostorozzátok meg. Íme az ember. Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte. Benne teremtetett minden a mennyben és a földön. Minden benne áll fönn. Feszíts meg! Még mindig nem értik, hogy az áll itt, aki egyedül nevezhető királyuknak. A császár hatalma csak árnyéka annak a hatalomnak, akiről a zsoltáros azt mondja: az Úr mondotta nekem, az én fiam vagy, és én ma szültelek. Kérd tőlem, és neked adom a nemzeteket örökségül, a föld határait pedig osztályrészedül. Pilátus, kérlek, semmi dolgod ne legyen ezzel az emberrel. Ma álmomban sokat szenvedtem miatta. Feszíts meg! A
királyodokat feszítessen meg. Nincs királyunk, hatászám, feszítsd meg! Én ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Vigyétek és feszítsétek keresztre, a ti dolgotok. Én ott voltam azon a lakodalmon, ahol Jézus a vizet borrá változtatta. Azért is követtem őt, mert láttam a csodát. Láttam, ahogy betegeket gyógyít, és ettem a kenyérből, amelyet megszaporított. Hozsannát kiáltottam, amikor bevonult Jeruzsálembe. Most összetörték, megostorozták. Én nem értem, mi történik. Miért fordultak ellene az emberek? Ha kell, követem őt a Golgotára. A szívemben érzem, itt még nem érhet véget a történet. Valami nagy dolognak kell még történnie. Mikor arra a helyre értek, amelynek Koponyahely a neve, keresztre feszítették. Jézus akkor felkiáltott. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. A hatodik óra táján sötétség támadt az egész földön. A kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, és a templom függönyek középen ketté hasadt. Volt egy József nevű tanácsos, derék és igaz ember, aki Arimateából, Júda egy városából származott, és maga is várta Isten országát. Bement Pilátushoz, elkérte Jézus testét, aztán levette, lepelbe takarta, és egy sziklasírba helyezte, amelybe még senkit sem temettek.
Készület napja volt, és már égtek a szombati fények. Vele mentek a Galileából jött asszonyok is, hogy lássák a sírt, s hogyan temetik el a testét. Yeah.